A jelenlegi ütemmel Románia 2022. decemberére éri el a kitűzött beoltottsági szintet, Bulgária pedig 2040-re, írja elemzésében a politiko.eu portál. A mostani sebességgel amúgy egyetlen uniós ország sem éri el a célt a megállapított dátumig. A jelenlegi körülmények között távolról sem valószínű, hogy sikerül tartani az Európai Bizottság által kitűzött célt, miszerint nyár végéig a felnőtt népesség 70%-át beoltják, derül ki a politikó elemzéséből. A jelenlegi oltási ütemmel Románia 2022. decemberében érné el ezt a célt. De ennél sokkal rosszabb helyzet is van. Bulgária például 2040-re hozná be a lemaradást. Ha a nyár végének szeptember 22-ét a csillagászati nyár végét tekintjük, ahhoz, hogy a 70%-os szintet elérjék, a jelenlegi oltási sebesség 29-szeresére kellene kapcsolniuk. Ha a COVID-19 elleni oltás kampánya jelenlegi lassúsággal araszol tovább, az európai lakosság mindössze 15%-át sikerül beoltani a nyár végéig. A múlt heti átlag alapján az Uniónak a mostaninál ötször gyorsabban kellene mozogni a védettségi szint eléréséhez. Az Európai Bizottság elképzelését az uniós államok egyike sem közelíti meg. Ugyanakkor az biztató, hogy Románia jelenleg előkelő helyen áll az uniós országok sorában a beoltási ütem és a beoltott személyek száma tekintetében. Az EU-ból távozott Egyesült Királyságot követően az uniós országok közül csak Málta előzi meg Romániát ebben a tekintetben. Ha a listavezető Egyesült Királyság tartja a jelenlegi ütemet, szeptember 22-ig 83%-os beoltottsági szintet valósít meg. A Máltát követő Románia az említett időpontig mindössze 26%-os szintet produkál. Az oltás több tényező is lassítja, ezek közül a legfontosabb a rendelkezésre álló korlátozott számú védőoltás. De gond van a logisztikával, a szállítással és a tárolással is. A szakemberek azt remélik, hogy ezek idővel a skála szélesítésével valamelyest javulni fognak.